Szerdán találták meg ebben az istenlóban F. Izabella 70%-ban elégett holttestét. A lány hétfő este ment el otthonról. A hatóságok nagy erőkkel nyomoztak az ügyben, számos embert kihallgattak, és szerda délutánra már gyanúsítottat is meg tudtak nevezni, sőt elő is állították az illetőt. A 39 éves székelyudvarhelyi K.S. Istvánt tartóztatták le 24 órára, akivel már tegnap este újra is játszották a történteket a tett helyszínén. A Hargita megyei ügyészség ma kírta a férfi 29 napos előzetes letartóztatásba való helyezését. A rekonstruálás szemtanúi híradónknak elmondták, hogy a feltételezett elkövető beismertetettét, hiszen elmondta, hogy először megfojtotta áldozatát, majd meggyújtotta az élettelen testet. Itt dullapodtak, itt volt megkapták a kábelt, mivel megfojtotta. Azután bevitte, itt elmentek, bevitte közből itt az istállóba. Így nyilak, ott bevette, fővette az ölibe, és bejött vele az istállóba. Bejött erre. Az istálló előtti füves részen megtalálták a lány melltartóját, az épület hátsó sarkában pedig ott vannak az elégett ruhadarabok. A kapott lent a sarokba egy paplant, ide hozta rá, terítette, és volt, azt mondta, gyullékony anyag, nem tudja mi, folyadék, és ráöntötte. Azt is így kapta? Azt mondta, hogy kapta, flakonba. Megkérdezték, hogy üvegbe vagy flakon, és rádobta azt is. Kérdezték, hogy hol van, és rádobta. Feltehetően valamikor hétfő este és kett hajnal között történt a bűncselekmény, de a lányt csak tegnap találták meg. Keresték ugyan, viszont senki sem gondolta, hogy a szén és a hamuréteg rejti a 20 éves F. Izabella testét. A fost identificat un suspect, un bărbat de 39 de ani din Odorheu Secuiesc, care a fost reținut pentru 24 de ore. Iar în momentul de față cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor sub coordonarea parchetului pe lângă tribunalul Hargita. Az ügyben tovább tart a nyomozás, további részletek később kerülnek napvilágra. Nem hivatalos információ, de feltehetően szexuális indíttatás áll az eset hátterében. A tettes több éves, akár több évtizedes börtönbüntetése is számíthat, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért, amit súlyosbíthat, amennyiben szándékát előre megfondolta. Időközben az interneten civilek szerveznek megemlékezést és virrasztást ma este 21:30 perckor a polgármesteri hivatal előtt.